kérdésem van csak hozzátok, hogy bírni fogjátok azért ezt az estét? Sok dalt hoztunk. Akkor mindig, mindig játszunk. A Margaret Island adott koncertet a Pécsi Kodály Központban. A népszerű zenekar különleges alkalomból lépett színpadra a Baranyai megye székhelyen. A Pécsi Jótékony Nőegylet ugyanis idén is megszervezte adventi koncertjét, ezért keresték fel az együttest. Hát nagyon-nagyon örültünk, amikor megkerestek minket a csajok, mert még nem igazán hallottunk erről az egész kezdeményezésről, meg az alapítványról, úgyhogy jó volt egy kicsit jobban beleesni magunkat, hogy miről is szól ez az egész, és jól esett, hogy itt Pécsen is vannak olyan emberek, akik kiállnak alulról, szerveződnek és segítenek olyanoknak, akiknek tényleg szüksége van rá. Nagyon-nagyon kevés dologra mondunk igen, hiszen ilyenkor mindenki megbolondul, hogy akkor mindenki jótékonykodik hirtelen karácsony környékén. Mi egész évben azért olyan szervezetek mögé állunk, akiknek a munkáját fontosnak tartjuk, úgyhogy megérintett minket, és fontosnak tartjuk ezt az ügyet, úgyhogy ma itt vagyunk. A koncertműsor igazából még benne van az abszem a fenekünkben, úgyhogy kis fesztivál hangulatot is hoztunk ma estére. Remélem, hogy nem fogjuk nagyon szétverni a házat, meg nem fog nagyon fájni a füle az embereknek, de azért egy-két csendes dalt is beépítettünk, úgyhogy a rendkedvéért, de kíváncsi vagyok, vissza kellett magunkat fogni a beálláson is, hogy azért ne tegyük magunkat teljesen oda. Játszottunk már itt nálatok a Kodály Központban 4 évvel ezelőtt, volt egy szimfonikus turnénk, és akkor egy nagy szimfonikus zenekarra kiegészül vált hangszeret koncertet játszottunk már itt nálatok, és hát remélem, hogy jövőre, hogyha végre lesznek újra próbatermek, és lesz fűtés a próbatermekben, meg a stúdiókban is fel tudunk készülni, akkor el fogunk tudni jönni ide egy teljesen új oldalunkat bemutatva egy táncos turnéval, úgyhogy remélem, hogy még megjöhetünk ide a központba. Szerintem mint emberek fontos az, hogy vagy mint zenészként, hogy jó ügyek mellé álljunk. Szerintem ez egy nagy felelősség, hogy sok emberhez eljut a zenénk, és időnként próbáljuk ezt a figyelmet más ügyekre is rávilágítani, és szerintem a gyermekek étkeztetése az egy ilyen ügy, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy jövünk és segítünk azzal, amivel tudunk, tehát zenélünk egy jót. Bányt elég jól megfogalmazta a dolgot, igen, alapvetően ez jellemző ránk, főleg az évnek ezen szakában, hogy szoktunk ilyen karitatív dolgokat csinálni, és tényleg mindig szívesen megyünk, nem tudom, legutóbb Kaposváron voltunk, ott segítettünk ilyen adakozásban, úgyhogy amikor lehet is módunkba áll, akkor tényleg szívesen elmegyünk, főleg, hogyha ilyen impozáns helyről van szó, hogy meg lehet játszani, az mindig külön egy jó élmény nyilván nekünk is. A Pécsi Jótékony Nőegylet az elmúlt időszakban nagy változásokon ment keresztül, több fiatal tag is belépett az egyesület kötelékébe. Az egyik kedves tagunk kereste fel őket, mert utána járt, és a lábasikiek nagyon szívesen állnak különböző jótékony célok mellé, és nagyon pozitívan reagáltak a megkeresésünkre. Aminek nagyon örültünk, mert ez egy mérföldkő a Pécsi Jótékony Nőegylet életében. Nagyon sokféle stílust felvonultattunk már az éves adventi adománygyűjtő gála estünkön, és ez a könnyű zenei koncert egy új stílust képvisel, és bízunk benne, hogy a fiatalabb generációkat is meg tudjuk ezzel szólítani. A Nőegyletet Kit Káné Bódi Katalin alapította újra 25 évvel ezelőtt. Azóta 4 fontos programot is koordinálnak. Az egyesület szellemisége és céljai változatlanok a 25 év alatt. A legkiemeltebb programunk, amelyre a mai adventi estén is gyűjtünk, a Nekem Nincs a Véden program, amelyben általános iskolás gyermekek étkeztetését biztosítjuk a szülők helyett, a rászoruló gyermekekét. Ők azok, akik az állami támogatásból akár éppen csak kimaradnak, de az életkörülményeik esetleg nehezebbek, mint azok, akik segélyből élnek.
Van programunk, amellyel a tehetséges középiskolásokat jutalmazzuk, és van egy babadoboz programunk is, ahol az édesanyának egy babakelengye csomaggal próbáljuk segíteni a nehéz életkezdést. A krízis helyzetben lévő családok esete nagyon szomorú számunkra. Minden olyan esetben, amikor tudunk, ott készpénztámogatással segítjük azokat, akik egészen komoly válsághelyzetbe kerültek. Elmondható, hogy ezen a négy programon kívül igyekszünk most már az óvodák felé is kacsingatni egy óvodaprogrammal, így aztán azt gondolom, hogy egészen újszülött kortól az önálló életkezdésig ott lehetünk a rászorulók életében. Fészket rakunk.